És játsz feljebb például egy kicsit ilyen szólisztikusan, hogy nézd meg, hogy próbáld az eddig is szólisztikusan játsz. Juhu! Emotional damage! És nem máshoz megyek, mint Jani J. Szentkirályhoz. Az elmúlt 10 évben kb. Nem nagyon hallottam róla semmit, baromi kíváncsi vagyok, hogy mivel foglalkozik, mit csinál, milyen gitárjai vannak, milyen progikat használ, meg hát nem utolsó sorban először fogok vele személyesen találkozni, úgyhogy baromira izgatott vagyok. Hát ezek a jó kis vonatokon isteni lesz utazni, de hát ez... ez így működik. Szóval ez lesz a mai videóban, srácok. Köszi szépen, hogyha megnézitek, köszi szépen, hogyha feliratkoztok, köszi szépen, hogyha támogatjátok a csatornámat, akár a Patreon oldalon, akár itt a Super Like gombbal. 2 óra múlva találkozunk. Nem is igazi kirándulás az olyan, ahol nem kezdesz el már akkor enni, amikor még el se indultál. Hát még szép. Hát nagyon örülök, szia. Végre személyesen is. Hát miatta jöttem ilyen messzire. Yesterday. Be is ülök a menő kocsiba, és utána vezet? Pedig... Dehogy vezetek, utána pedig nálad találkozunk. Jó. Brutálisan megérkeztünk ide időközben, egy gyönyörű vidéki hangulat. Egyébként ezt mindig meg akartam tőled kérdezni, hogy a J betű az micsoda a nevedben? Jani, később ez... elmondom. Jó, oké. Okay. Na figyeljetek, itt jövünk szerencsére, egy jó nagy kutyuska van itt, de ez a fajta, ez talán nem annyira harapós. Nem. Végig vezet téged. Igen? Jó. Szia kutyuska. Beni, szia Beni, ül, fekszik, marad, okos, nem ugrál, nem harap. Nyugalom. Nem. Nincs nálam kolbász, nincs, semmi nincs nálam. Köszönöm, köszönöm Beni, nagyon kedves voltál. Jaj, Beni, nem kérem. Maradjál. Nagyon kíváncsi, érdekes vagyok, ugye? Maradjál. Merre kell mennem? Arra, jó. Beni, nem ugrál, köszönöm, elég, pü, csönd. Na, ezt már aztán nem szeretem. Jó, gyorsan bemegyek inkább. Nincs nyitva. Szígyel magad. Te takarás. Jó, most gyorsan is ki. Jó. Volt a jó metál intro. Hú, ez izgi volt. Itt merre? Arra. Lefele arra. Itt van egy pacsker. Jó, köszi. Figyelj. Jegyenek. Nagy? Ne, isteni, isteni. Jól áll. Nagyon jól nézel ki itt a kis házikóddal. Gondolom itt erre felé. Nem. Arra a hálók vannak. Ja. Oké, okay. Persze. Érezd magad otthon. Parancsol, gyere. Ja. Aha.
Aha. Atya úristen. Az igen. Jézus Krisztus. Na jó, hát itt lesz mit mutogatni, meg nézelődni. Jó lesz a mikrofon? Azt szerintem jó lesz. Nem, igen, az történt, srácok, hát most nyilván mikor hagyjam ott a csíptetős mikrofont, amikor jövök Miskolcra. Nem baj, Max, te nem leszel benne. Úgyhogy most ezzel a Miksivel próbáljuk meg felvenni a hangunkat. Reméljük, hogy sikerül. Gyorsan felszerelem itt a cuccokat, és akkor már is kezdünk. Hát sikerült megoldani minden technikai problémát, úgy néz ki, vesszük a hangot, és hát majd nyilván ti már azt halljátok, ami remélhetőleg brutálisan jól fog szólni. Baj, ekkora nagy órom lesz a kamerában, hogy nem tolod be a... Értem, mutatod a... Nem. Na figyelj, akkor most már, hogyha már itt megemlítettük ezt a J betűt, az micsoda? Erdélyi születésű vagyok, és Romániába, az iskolába, úgymond úgy voltam beírva, hogy nem Jánosként születtem, de Ioan lettem a rendszer miatt, és apám is Ioan, úgymond, és János, mindegy, és úgy voltam beírva az iskolába a naplóba, hogy Szentkirályi, és ott apai, hogy mondjam, név van, és mármint Szentkirályi I. Ioan. És akkor innen jött, úgy mond, hogy oké, hogy ezt mismásolták Ceausescu idejében, vagy ez volt a mindegy, Szentkirályt nem tudták lefordítani, mindegy, és innen jött az ötlet, úgy nekem megtetszett, hogy nézett ki, vagy nem tudom. Akkor ránéztem, hogy Jé, és akkor lecserélt Szentkirályi, Jé, János. Tök jó. Mindig gondolkodtam ezzel, hogy vajon mi lehet az a J betű. Okay. Azért van. Nagyon fullos. Figyelj csak, mit csinálsz te mostanában? Mert azért én azt gondolom, hogy egy olyan jó 10 éve én már nem nagyon hallok rólad semmit, és előtte azért sokkal többet lehetett te mocorgásaidat látni, figyelni YouTube-on akár, vagy bárhol hallani a te nevedet, és hogy mi történt, és mi van most? Elsősorban az van, hogy én sem tudom, hogy mit csinálok. Jaj, de nagy! Szóval ezt szoktam a feleségemtől kérdezni esténként, hogy mondom, most mi van. Gyakorlatilag mostanában úgymond másod állásba, ha hívhatom így, stúdiózom, ahogy látom. Hát igen, itt az elég, majd mindjárt beszélünk ezekről is. Pár cucc, úgymond. Egyértelmű, hogy egy gitárosnak tartom magam, vagy hogy mondjam, az a fő erőségem, de ezt mindig is szerettem, és úgymond most, hogy 3 éve, szerintem, ha jól emlékszem, igen, kb. 3 éve, mindegy, akkor jött egy ilyen felkérés, hogy hangszereljek, meg stb. És onnan indult el, mármint úgy, hogy komolyabb. És azóta ezzel foglalkozom, hál' Istennek. De akkor mondtad, hogy másodállás. Akkor igen. Mi az első állásod a gitározás, igen, és igen. Abban most mi? Abban mostanában az van, hogy voltak úgymond felkérések, vagy jöttek minden, de még úgymond nem találtam meg azt, amit session zenészként én pont annak vagyok az ellentétje, mert nem azért, mert nem tetszik, vagy nem értem el azokat, akik sessionködnek, hanem úgy, hogy valamilyen formában én mindig szeretem azt, ha valahova leteszem a voksom, és akkor azonosulok mondjuk a zenekarral, meg a, hogy mondjam, a gondolkodással. Igen, meg a projekttel. Igen. Ezt semmi olyan nincs benne, hogy nem, vagy session, vagy ilyen. Nem, jobban szerettem ezt a fajta verziót, hogy ennek hívjam. Úgyhogy eddig nem volt az, úgymond, amire sokan például, most erről van szó, sokan azt gondolják rólam, hogy én egy ilyen hard rock arc vagyok. Mm-hmm. Hát abszolút. Az is, jó, igen. Már a fizimiska is, tehát hogy most már nem olyan szőke a hajad, de... Igen, világos, de egyébként meg nem vagyok annyira hard rock őrült. Ha nem? Mármint, hogy hát nem. Például mostanában, vagyis az elmúlt jó pár évben, nagyon szeretem a Five Finger Death Punchot, például Bátori Zoliékat.
Szóval nagyon szeretem úgymond a keményebb muzsikákat, attól, hogy most tudom is, hogy játszottam a Mobilmániába, vagy a vagy hard rock muzsikákat úgymond azzal ismertek meg, úgymond, az nem azt jelenti, hogy mondjuk csak abba gond, vagy az, az a fő cuccom. Azt tehát, is szeretem. Tehát annál még keményebbet is simán el tudsz képzelni. Igen, igen. Jó, van, csak érted, ez a, hogy mondjam, nem is tudom, nem is jut eszembe egyébként úgymond új hard rock zenekar. Most a régieket, aha, vagy a ismerteket engedjük el. Persze. Amit tetszene. De mondjuk, most beszéltük itt, hogy 2013 óta nem vagy a Mobilmániában, igen, hogy akkor nem volt benned egy ilyen, hogy akkor muszáj találnom nekem valami zenekart, és kajtatok, és azt szeretném csinálni, és hogy nem, mert például, hogyha ilyen zenekart ott, hogy az ember meg azt az életstílust, a turnét, a baromi sok koncertet, és utána meg ide költözöl vidékre, azért ez két totálisan különböző dolog. Persze. Világos, például eddig, vagy hogy mondjam, erről eddig nem beszéltem, de most akkor elmondom. Akkor kiléptem a zenekarból, és gondolkodtam úgymond saját projekten. Aha. Ami azóta is itt van, aztán már, mint olyan, abból fogok mutatni egyébként majd. Később. De nagy. Egy dologban bukott meg úgymond az egész, ha fogalmazhatjuk, hogy miért nem valósult meg, és nem akarok. Nem találtam énekest. Oh. Nekem ez az egyik, hogy mondjam, visszafogó, aha, erő, olyan formában. Férfi vagy női énekes? Férfi. Nincs semmi probléma. Kapni fogok a feleségemtől. Lesz ezt, ne nézd meg, nem tiltom. Úgyhogy nem, férfi, aha, és ebben úgymond volt egy jó pár próbálkozásom, bizonyos, lényegtelen, hogy kivel. Világos. És úgymond nem jött össze. Ennyi. Úgyhogy jaj, ott vannak a... Bocsánat. Én kinhagytam. Jól tetted. Oké, ilyenkor szokott az a rész jönni, most, hogy már itt a nagy vallomásokon túl vagyunk, hogy körbenézünk a szobádban, és egyébként ez egy extrém hangulatos kis stúdióra sikeredett, ahol hát gondolom elég sok időt töltesz. Várjatok, srácok, mert én itt akkor, hát jó, majd nyilván a gitárokról külön szót ejtünk, meg az arról, hogy mi a közöd neked a Carvinhoz, mert azért ahhoz bőven van. De itt akkor már gyorsan... Én elhúzódok akkor. Jó, hát figyelj, bőven elférünk azért. Minden, ez itt a... Ez egyébként micsoda, ezt az már kiszúrtam, és nem jöttem rá. Ha, azért akartam le, hogy majd rákérdezni. Készültem, Tomi. Jó. Készültem. És akkor mi az? Azért ragasztottam le. De most már mondd meg. De elmondom, amikor a Carvin... Ja, jó. Várj, megmutatom. Jó, akkor majd később. Oké, itt van a fő adiszállás központi eleme. Ott is van egy hangszer, ha nem... Igen, azt láttam. Attól be fogsz pisilni. De ez már a kézzel, igen. És óriási keverőpult, és van egy az Yamaha, meg... Az hifi. Ja, az hifi. Aha, és itt van még... Igen, ott van egy kamerám, egy Lumix kamerám. Csak hogy a Balázs Pali is örüljön, hogy őt is megmutatjuk. Jani, igen. Szent Király. Vele kezdtem egyébként, na most akkor üljetek, mármint, hogy mondjam, mikor beszéltem a stúdiózásról, meg a... hogy kezdtem, egyébként Palitól kaptam úgymond azt a felkérést, hogy elkészítsem neki, vagyis készítsek 18 dalt. Ja, hogy ezt te keverted. Aha. Hangszereltem. Ja, hogy hangszereltem. Kevertem. Oh. Igen, és van rajta két új dal, egyébként, vadi új dal. Uh-huh. Jó, emlékszem, 18 dal, vagy mindegy, valami ilyesmi rajta, amit hangszereltem, kevertem. Úgy mondom, mint producer, vagy hogy világos, akarod ezt megfogalmazni. És kettő dal van rajta, amit a Víg Arnolddal csináltunk közösen, meg az ő stúdiójába, úgyhogy új lett egy új lemez. Dög. Jó, és akkor hát most már, hogyha itt vagyunk, akkor ennél a résznél fogunk először rákérdezni, hogy ezek itt mi a jó pikulák, mert... Ezek mind jó
Kezdjük dolga. Innen. Jó. Ő egy heritage, nív, klón, előfok. Aha. És EQ. Ez a miksi? Bármihez? Hangszer, persze. Aha. Ez egy előfok, úgymond a előfok plusz EQ, ez olyan, mint itt ez a cselesztő. Ja. Szóval, amiben van egy preamp része, aha, és akkor az EQ. Fölötte... Bemenjünk egy kompresszorba, aha, ez egy 76-os, 1176-os kompresszor, aha, de viszont ez egy kicsit extra, ez is klón, idézel, klón is, meg nem is, mindegy, nem menjünk bele. Ez a CLE-nek a, nem tudom, ha ismeritek, és aki audióba utazik, annak a Chris Lord LG, az kellene, hogy mondjon valamit, akinek nem mond, az akkor enjoy yourself. Úgyhogy neki az ő kompresszor modellezi. Okay. Ő egy SSL féle, ez egy Warm Audio SSL klón master kompresszor, VCA kompresszor, stereo, és ő meg kettő darab Pultec féle EQ. EQ, atya úristen. Hát ezekre úgy mond, ez a minimális cucc. Ez a minimális cucc? Hát most minimális, mert mint úgy, amivel meg tudok valósítani bizonyos dolgokat. Ha mondjuk éneket kell rögzíteni, az egyébként meg felejtős, hogy igen, be a fókusz rá. Ez persze, igen. Erre tök jó, hogy igen, most a beszédünket úgymond rögzíts ez a mikrofon, de az, hogy mondjuk be egy bizonyos hangkártyába, és te majd azt rakod persze a muzsikába, és várod a csodát, azt felejtsük el szerintem. És akkor Yamaha, mik azok a lehallgató rendszered? MSP7-es. MSP7-es. Hát az már valami felsőbb széria, az nem a... Vagy az a... Nem tudom. Nem tudod? Nem tudom, hogy hol tart. De aha, nem, szerintem nem egy nagy... Nem? Aha. Nem. De gondolom megszoktad, megszereted. Igen. Egyébként az lesz a következő, kell egy kicsit ebbe újítani. És itt most, hogy rápillantok, ebből az derül ki, hogy te Windows-os cuccokat használsz, úgy igen, látom a maingépeden is. És milyen progiban dolgozol? Azt most csak így mondjuk el, mert utána majd részletesebben is beszélünk róla. Cubase-t látok. Cubase-et most nem használtam régóta, most meg beváltott, vagyis stúdióamba csinálom a production részeket, mármint a rögzítést. Amikor elkezdem írni a dalt, megvan egy adott dal, és akkor hangszerelni kell, akkor a stúdióamba csinálom, bizonyos okoknál fogva, most nem, ha gondolod technikailag, belemegyek, de... Szerintem nem kell. Oké, és Pro Tools-ba keverek. Pro Tools-ba keversz. Aha. Úgyhogy... Fullos. Hát és akkor most meg már térjünk át arra a részre, ami itt van a szobában mögötted, az videfélképpen. Hát figyelj, ezekről se tudom mindegyikről, hogy micsoda. Na akkor menjünk felülről. Az, ami le van takarva, az mi? Az, ami le van takarva, megmutatom akkor nektek. Oké. Itt van. Parancsolj. Ez egy Carvin fej. Igen. Hát ezt nem nagyon tudtam, hogy ez az van. Hát most akkor látod? Ennyi. Tudok újat mutatni. De durva. Egy Carvin fej, igen. Jó, mindjárt beszélünk a Carvinról, meg rólad. Marshall, JCM900, hát az igen, az ismerősebb fajta. És akkor itt vannak a... Itt van, őt nem használom, ő csak azért van ott, mert... De ő micsoda eleve? Ő egy előfog. Aha, oké. Okay. Ja, Ada. Aha. Ada MP1. Ja, igen, azt tudom. Igen, őt nem használom, ő csak azért van itt, mert Jason Becker-től kaptam. Nem hülyeskedsz. De. Személyesen? De. Tehát, igen. Igen, úgyhogy csak azért van, úgymond. Atya úristen. Ő meg egy Rocktron. Aha. Előfog, meg hogy mondjam, vannak benne effektek is, de nem azért használom. Nem az hanem az előfok miatt. Ő, meg nem olyan rég vettem Bakó Imitől. Aha. Látom, hogy eladó, és mivel sokféle dalt kellett úgymond csinálni, meg mindenféle többfajta gitározás, akkor ez egy picit
úgymond klasszikusabb. Ez inkább rockosabb, metálosabb, úgymond. Ő meg... Ja, de az is egy előfog, de abban is vannak, gondolom már, abban is vannak effektek. Persze, van minden. Jó, csak én azért fogalmaztam így, hogy vannak effektek, amit nem használok, mivel azokat utólag csináljuk meg. Aha. És szóval hogy... most úgymond örögzítés... De hogy akkor te például nem használsz ilyen padló effektet, bármit ilyen, vagy például amikor játszottál, még rendesen élőben, akkor is ezek a cuccok jöttek velem. Igen, ő jött velem. Ez mind jött velem, amit itt látsz, és még van egy szegény ródok. Egy marsalom, ami aha. másik szobában van, bemikrofonozva. Belőle torzítottam, mindig, és én csak egy, úgy volt, várj, volt egy sima tisztám, igen. ami csak tiszta, sima ügy. Volt egy ilyen kórusos tiszta csatornám, bontogató, stb. Volt egy riff, úgymond, vagy egy torzító, igen. és a hatfajta szóló helyen, amivel csak delay van. Aha. Nem szeretem a zengetőt, úgymond, nem, hogy nem szeretem, szeretem egyébként, csak nem gitáron, úgymond, és ennyi. Tehát egyébként. Akkor nem volt, csak egy vezérlőd volt ehhez a cucc. Jó, igen, de itt voltak ők. Ja, ők azt már kifigyeltem, azt is, ezek a morlik. Most egy kicsit poros, ő a hangerőpedál. Igen. Oké, és kettő fajta Bach, ez még látszik, ez még mobilmániás időszakból van, megvan egy kicsit erős. Mindegy. És ő, egyébként ő is Bathorszi, csak egy limitált verzió, Liberty Bach, és egy picit finomabb, úgymond, szebb, klasszikusabb szabda van. Aha. Egyébként meg a jobban szeretem a Bathorszi kettőt. Ez meg... majd előbb-utóbb, ez az egyes. Kettő azért fai szerintem, vagy sokkal jobb, ha valaki mondjuk vachpedált akar, mert abban benne van az a kontúr valami, és te be tud állítani magadnak, hogy mennyit. Hogy hol, nem úgy mennyit, hol. Hol. Aha. Hol legyen. Világos. Ha mondjuk például játsz valami funky, vagy tudod, igen. Hogy mondjam, akkor te meg tudod, ott nem szeretnéd, hogy éles legyen. Persze. Szerintem és akkor a kontúrral be... Na mindegy, az egy extra beállítás, azért preferálom azt. Úgyhogy ezek voltak, ennyi volt. Oké. Okay. Hát figyelj, hogyha már ott vagy a környéken, akkor, de még mielőtt előveszed őket, akkor meséljünk a Carvin meg a te kapcsolatodról. Visszaemlékszem, első körben Malmsteen-os voltam. Mármint úgy oké, nem Malmsteen a kezdő az ember, de az első úgy, mint gitár. Igen, 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 igen. Malmsteen volt a oké, és utána jött a Jason Becker, meg kaptam egy lemezt, hogy oké, Malmsteen, de ezt hallgass meg, na mindegy, és akkor off, azt érted az úgy, hogy pontosan emlékszem, meghallgattam, hogy 10-szer, és mindig úgy elfáradtam, mint a... hogy semmit nem értem, minden lényegtelen. És akkor kezdtem úgymond utána járni, jobban megvenni a lemezeket, és ez a lemez került a kezembe. Ja, Marty Friedman. De a kakofóni, Marty Friedmannel, és meglátom ezt a gitárt. Kiveszem a bozmez. Ne csillagja. Persze. Úgy. Aha. Fullas. Okay. Nincsenek más képek, jó. És ezt meglátom, ezt a gitárt, és akkor volt az, hogy bekattant nálam valami, akkor volt egy Fenderem. Most is megvan, aha. egyébként csak fenn van Pesten a Mix Factor stúdióba, Víg Arnoldnál, mert nem használom, neki meg jó egy dologra. És akkor döntöttem úgy, hogy valamilyen formában én megkeresem őket, vagy nem tudom. Akkor ez mikor tájt volt? 2003. 2003, 20 év. Még emlékszem, hogy a Nett is akkor még nálunk kint, igen, igen, Erdélyben igen. vagyok. Az még úgy, még internet kávézók voltak, aha, emlékszem. Aha. Na mindegy, és írtam, akkor készítettem egy 3 dalos demót, és azt kiküldtem Jason Beckernek, az volt az első, meg volt a címe, mivel ő szegény beteg. Igen, 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 igen. ALS,
stb. És kint volt a oldalán a címe, uh-huh. hogyha valaki akar írni neki, meg stb. Na mindegy, elküldtem oda a... De akkor egy DVD, vagy CD. És elküldtem a CD-m a Kárvin céghez is. Aha. Akkor még Kárvin, vagy is mondok. Abszolút, szó, igen. Mert összekötődik az erősítő, meg mindegy. És elküldtem a háromdalos valamimet, és visszaért Jason, még mindig egyértelmű megvan az e-mailem, azt érzem, mint a valamit, és visszaért a Kárvin is. És közben a Jasonék, vagy hogy mondjam, aki a Kárvinál volt, akkor a Artist Relation, igen, igen. ő volt ugyanaz a Muki, aki Jason-nel dolgozott ekkor. Szóval ugyanaz a igen, igen, ismerték igen. egymást, szóval nem változott, stb. És Jason úgymond tett egy jó szót érdekembe. Te durva. És kaptam egy e-mailt vagyis Kárvintól, hogy oké, okay, egy évig minden eladásból félrerakunk 10 centet, hogy majd a te gitárodat megépítsük. Ne hülyeskedj. Reeltelt egy év, de, és akkor megérkezett az e-mail, hogy összegyűlt a pénz, akkor ilyen, már nem emlékszem pontosan, de 1000 plusz-minusz dollár, hát annyi akkor persze. 1000 dollár, hát stb. És hogy megvan az összeg, milyen legyen a gitár. És akkor jött ő. Hát most már hozzuk ide mindenféleképp. Ja, és ez neked akkor signature modell lett kb? Á, plusz, minusz, ez utólag lett ráírva. Ja. Félek róla, ha érdekel. Szóval akkor úgymond egy ilyen tranzíciós idő történt, akár mármint a cégnél, akkor azt a gitárt, ami ott van, egy az egyben nem csinált. Nem volt meg mi? A fej, ahogy látod. Ez a fej nem volt az, úgymond. Igen. De ez a fej, ez népszerű volt a Kárvin, a boltoknak, meg ezeknek azért. Nekem nagyon sokáig tetszett a Kárvin, mint gitár. Igen, de ez most is van. Igen. Csak a Kárvin úgymond nem erről a fejről volt ismert. Ja. Igen. Hanem úgymond. Úgyhogy akkor készült ez a gitár, ez 2005-ben kaptam meg. Úgymond látszik rajta, hogy már pár hol vannak, mert vannak rajta. Hát ez ahhoz képest egyébként... Parancsolj, ez pontosan hát tudom, még bulin történt. Esküszöm. Mobilmánia buli, ucsódal, ucsótus, és levettem a gitárt, és ledobtam a földre, és bele csúszott ilyen linoleum-szerű volt, aha. vagy valami, mindegy a színpadon, is belecsúszott a monitorba. Várj, egy picit tartsd már nyugodtan, hogy végig mássak rajta, mert te már ismered, kicsit mi pós. Még nem. De. Nagyon menő. Megfordítod? Hát, hogy ez aktívos. Igen. Kemény. És a másik, arra ne beszéljünk, 2000. Nekem akkor volt egy Fenderem, ahogy mondta, meg volt egy Ibanezem, egy Ergém. Aha. 2005-ben, mikor ezt kézbe fogtam, és azóta is sajnos van egy ilyen, lehet, hogy meghűltem, egyszerűen nem tudok más gitárt. Ami nem ilyen. Nem, aha. Nem. Ott van a Fenderem, nem, egyszerűen. Aha. Na, ne érts félre, nem úgy, hogy... Persze. Csak nem tudom, hozzám nőtt. Kényelmesebb, hogy ez ilyen. Durva. Hát ez nem semmi történet, basszus kulcs. És akkor a kék, vagy nem tudom, milyen zöldes szín az... A kék, ez purple. Purple? Nem purple, kék, blue. Purple, igen, az a purple. Ja. Purple, gyöngyözőt úgy mond. Ez úgy mond, szóval ez 2005, ez 2008. Aha. Ekkor már történt ez a változás, igen, visszajöttek úgymond a régi fejek. És ez közel áll, vagyis ugyanaz a modell, amit Jason Becker-nél látunk itt a videóban, úgy hívják Bluey. Aha. Csak a színe egy kicsit más, mert gyöngyözött. Ja. És ebben is vannak ilyen mobilmániás de szép. El lettek egy kicsit, egy utóbbi időben szeretem őket dobálgatni. De nagy.
persze. Például, várj, megragadom az alkalmat, a feleségem, mikor megismertem, de ott a úgymond második, harmadik találkozás, Shiroki Fesztivál, motoros igen, fesztivál, igen, igen. Detto ugyanígy a Ucsó dal, Ucsó tus, igen. Levettem, csak ránéztem, ott volt az első sorokban, ránéztem, csak ilyen szemkontaktus, látom, hogy vette a lapot, és jön az Ucsó tus, egyértelmű szét játszott az igen, életem, igen. Levettem a gitárt, és bedobtam a közönségbe. Oh, de mármint, hogy vette a lapot, de valami történik, ja, ja, vagy ja, valami, kemény, így, kemény. Kicsit így próbáltam, nem vagyok a szavak embere, de így egy kicsit próbáltam. Dög. Hát ha visszahozza. Igen, igen. És akkor a rózsaszín purple, igen. Nem rózsaszín. Oké, okay, kikéred nem, magadnak, bocsánat. Nem, úgy, ebben a megvilágításban. Komolyan mondom neked, okay. Hogy attól függ, hogy az összes videóban, nem tudom levideózni már, mint olyan formában, hogy visszamutassa azt a színt, ami igazán, mert attól függ, hogy, igen. Hogy honnan... Hát, igen, honnan mert ha így nézem rózsaszín, ha amúgy nézem, akkor meg rózsaszín. Viccelődök, viccelődök. Nem, egyébként elég ilyen mélyesebb ez. Ja. Hát ez purple. Aha, az a... én elhiszem, ha te mondod. Nagyon jó, komoly, na mindegy. És ő miért kellett? Mert ő nagyon hasonlít a kékhez igen. Például. Tehát, na viszont ez már annak a, ami ott van, a replikája. Aha. Egy az egybe. Ez mikori? Ez 2020-as. Ja, ez nagyon fiatal. Ja, ez mostani. Ezt úgy, jó, meg ráadásul úgy vettem át, hogy kimentem a gyárba. Aha. Voltam 2020-ban. Akkor neked azóta... jó kapcsolatot ápolsz a Karvinnal, vagy a Kízellel most már, de hogy akkor abszolút így működik köztetek a... Persze. De nagy, persze. De nagy. És ebben, majd mindegy, majd megmutatom neked, ebben az a különbség mondjuk, mert így ránézés azt mondta, hogy igen. Ugyanaz, de nem ugyanaz. Jó, más fogólap, nyilván ezt látom. Jó, rózsafa, a másik... Nem rózsafa. Nem, ében? Nem, mélyban. Nem, az, nem, az a bocsánat, mélyből, igen. Ebony. Ében, na, igen. Oké, viszont, várj, ebony, viszont mélyből a test. Ja, aha. Ha jól emlékszem, úgy csinálták vagyis a 80-as években a gitárokat. Azért aha. Mondom, hogy már fába, mindenbe ott, azt le... Azt lemásolódták. Igen, azért, aha. Csak fog meg egy kézzel. Hát ez baromi nehéz. Ez baromi nehéz, tényleg. A fa miatt, de a szandja is. Ja. Viszont ebben van egy pár, úgymond a régi, a 80-as évekből, de van benne pár újdonság, aha. Amiben fel lett turbózva, már mint a bundok, a stainless steel, persze, és a nyakba kettő darab fiber, ahogy mondják, van. Karbonszálas pálca. Kettő, mint a basszusgitár. Úgyhogy... Ez nem nagyon mászkál, igen. Meg minden, de a hangja is teljesen más. Aha. Úgyhogy most ez a... És amióta ez van, mert... Tehát őt veszed elő először. Persze. Nem, hogy őt veszem, bejövök a szobába, bár más munka van, és akkor itt látom. És, valami, ja. És akkor tudod, ilyen... Ne. Ránézem, ilyen szép rózsaszín. És egyből örül. Rózsaszín. Jó, viccelődök. És akkor maradt még ez a, hát ez a klasszikus gitárszerűség, féleség. Igen, ő is. De hát ez is egy nagyon speckó, igen. Ez egy, mindig is akartam, meg szerettem egy nálonhúros elektroakusztikust, hogy aha, hívjuk ezt. Igen, az, abszolút. És ezt kaptam 2021-ben a feleségemtől. Ajándék. Úgyhogy... Te durva ez is. Hogy majd meglátod, hogy szól. Érted el... És ez nagyon vékony, egy picit az oldalára tud fordítani, hogy aha, tehát hogy ez rendes ilyen elektromos igen, gitár. Ez is minden megvan benne, igen, ami szeretem. Persze. Úgyhogy ez nagyon, nagyon brutál. Dög. Oké, hát izgalmas kis Karvin történetek ezek. Figyelj csak, egy olyat tudunk csinálni, hogy
megszólaltatunk egyet, hogy megnézzük, hogy mi az a szand, és akár be is húzhatunk valamit, és megnézni, hogy hogy dolgozol, vagy ami tehát hogy most van-e bármi projekt, amit csinálsz, vagy a saját lemezről esetleg mutogatni alapokat, nem tudom, hogy ilyet lehet-e kérni. Lehet is, meg nem is. Attól függ, hogy mennyi a gázsi. Ja, hát figyelj. Van, mert van olyan. Én mindenkinek azt szoktam mondani, hogy amennyit én ezért a videóért kapok, azt mindet átutalom neked. Jó, de nem úgy gondolom. Úgyhogy és akkor, de neked akkor az a cucc be van küldve a gépbe, hogy csak hogy lássam a... Ide van beküldve. Igen, és az? Az megy az erősítőbe. És a Carvinbe, aha. És az megy az... a másik szobába. Van egy másik szoba? Mármint egy ilyen kis helyiség, ahol van egy Marshall lánya. És ez be van mikrofonozva? Igen, kettő. Ne hülyéskedj! Hát azt meg kell, hogy nézzel. De nem látsz túl sok mindent. Nem. Mit akarsz nézni? Csak benézni, hogy meg meghallgat. De itt van ez a függő. Igen. Nem ott. Itt, igen, a másik oldaláról. Itt, és akkor itt van bent, ez alatt be van betéve a szivacsok mögé. Hát én megőrülök. Pillanat, mert most a pergetőin belepiszkáltál, majdnem nem találtam meg a kedvencem, és akkor nagy baj van, ha nincs az. Melyik a kedvencet, hogyha már itt tartunk? Aha, hát ez jaja. Itt van a két mikrofon. Tegyek rá egy kis hangot, meg gondolom, aha, hogy azt szeretném. Ja, még ott lent is vannak cuccok. A Sony Hi-Fi, meg ilyesmi. Az a hangkártya. Világos. Itt van egy 422-es, 21-es, egy cápa, és itt egy 57-es. SM57. Aha. Ez egy kicsit. Ja, ez meg Afexis. Ja, igen. Ez meg Anexis. Picit karcosabb, picit szára, vagy ilyen prosztolnak. Igen. Ez meg egy picit sejmesebb, szebb. Igen. Ezt meg mondjuk hozzátolom egy kicsit azok a közép. Igen. Hogy mondjam. Sosem marad abba. Na, ezt nem tudom megcsinálni VST-t. Ja, igen. De nem is használsz akkor VST-t. Tehát, hogy... De. Igen? Persze. Nézzük már meg. Most ez tök jó. Aha, igen, hogy úgy, hogy mondjuk hogy szól, vagy úgy milyen szandokat csinálgatsz. Jó. Oké. Te azt akarod. Hát csak kíváncsiságból, hogy most meghallgattuk a true izét, ez erősítő szandot, és akkor most ez egy nagyon jó teszt. Jó, viszont akkor mutatok mondjuk egy olyan projektet, amit mit mutassak, amit mostanában csináltam? Mondjuk. Aha. De meg úgyis most a szand, gitár szandra vagyok kíváncsi, jaj, hogy az... Botform. Ne hülyéskedj. De. Esküszöm. Majd... De az megy, a Line 6, aha, igen. Okay. Az, igen, a Line 6, képzeld el. Line 6 Botform. Ha, vese. Hát az mikor egy cucc már az? De is. És azt használod? Igen. Ez hát szó. Ha jó, érted, egy de az jó. Is... Tényleg? Kérdezem. Csodálkoznál, ha megtudnád, hogy hány lemezen szól az. Egyébként azért a VST azért kell, mert mondjuk van valami munka folyamat, és gyorsan kell, most ki kell találni, milyen gitárok kell. Érted? Most ja. Ide mit játszunk? Igen. Milyen igen. Legyen? Akkor amíg itt én elkezdek valamit dizájnolni, meg megkeresni, hogy ráadásul majd odébb, vagy miután te ott valamit bingizel, nem jó. Aha. Az már egy kicsit idő, majd mondjam, és azért van a VST, ott mennek a, úgymond a ott vannak a preset-ek, persze. És akkor nézegetek kb. Hogy valami ilyesmire gondolok. Aha. Úgyhogy azért van.
Hát nagyon kíváncsi vagyok most itt egy gitárszandügyilegre. Itt van például... Ú, de nem őt akartam. Elrontottam. Nem baj. De akkor is megmutatom, hogy milyen szandok vannak. Lássuk, hogy ők hol például. Ez a potfarm. Figyelj. Tényleg nincs baja. Oké, lássuk, ez a másik kettő, ez mit csinál? Mert nem tudom. Aha. És még van még kettő, ez az összes pont. Ez ilyen tele. Tevés. Sokszor az van, hogy tudod, hogy itt meg megcsináljuk, meg kitaláljuk, hogy milyen legyen, és majd utána lecserélem. És van olyan, hogy nem cserélem le. Nem azért, mert most az, mert őszintén nem veri. És nem azért, mert én pro technológia, hogy mondjam. Egyébként előbb-utóbb lesz egy XFX-em. Yeah, yeah. Nem azért, tudod miért? Azért, mert más az interakcióm a vele. Ja, persze. Egy. Meg kettő valamilyen formában mixbe teljesen másképp viselkedik. Ez, aha, mint bármilyen VST. Aha. Ez az én tapasztalatom. Aha. Ez nem azt jelenti, hogy nekem igazam van, lehet, hogy valamit nem tudok én csinálni, vagy nem tudom. Minden lényegtelen, sokkal egyszerűbb úgymond, vagy hogy mondjam, számomra muzikálisabb ez. Tök jó. Hát persze, az a fontos. Úgyhogy ennyi. Már még van itt valami. Lássuk, ezek milyenek. Nem nagy trúvány, de... Úgyhogy mondjam. Itt még vannak, lássuk ezeket a kis valamiket itt. Ezek is ilyen extra. Itt meg van, itt is van egy ilyen rész a végén. Igen, nem szól rosszul. Nem ezt mondtam? Az őrület, hát az... Most az ember megtartja, vagy nem tartja meg, az már... Persze. Oké. De így, mint elkezdeni írni, hangszerelni, vagy hogy mondjam, gyors opciók perceken belül, én szerintem... nincs kecmec. Oké, és hogyha már itt vagyunk, akkor tudsz esetleg olyanba belemutatni, ami saját, és szoktál azzal, hát nem tudom én, bingizni mostanában, hogy oda milyen témát játszak, oda milyen szólóz legyen, oda milyen szant. Csak olyan tudok mutatni, ami kész. Hát az nem baj, az nekem. Kész már, mint ének nélkül. Igen. Oké. Okay. Jó a kész, de tök jó lenne, hogyha ott is megmutatnád, hogy hogy épül föl, mi volt a fő riff. Persze. Atya úristen, itt most bejött valami nagyon sok. Na, ez már ismerősebb. Oké. Okay. Itt például az, ami nem gitár, azt is te játszod föl mindent? Nem. Nem. A dobok azok úgymond fel vannak játszva, de mégsem, de mindegy. Úgyhogy Johnny dobol. Johnny? Hát most én. Ja, aha. Johnny White. És Vig Arnold barátom basszus gitározik. Most csak akkor mutassak. Bővült. Yeah. De kezdjük, mit szólsz hozzá, ha csináljuk úgy, hogy gitár ki, akkor
drum and bass. Oké. Igen, gitár is volt. Igen, volt. Aha. Ez ilyen verze-szerű rész, gondolom. Ez már refrén. Ez refrén? Ja, aha. Lemjútolni az előbb a gitárokat, mivel már automatizálva van egy kicsit, és akkor hiába mjútolom le, mert a persze. Résznél ebbe indul. Igen. Úgyhogy... És, de ki tudod mondjuk szólózni csak a gitárokat? Oké, okay, melyiket akarod? Verze vagy refrént? Hát a refrént hallgassunk meg. Oké, okay, parancsolj. És akkor várj, mert most miért van négy sáv? Vagy gitár 1 L, gitár 1 R, left, right? Négy van, mert négy szól. Quad recording van ugyanabból. Azt magyarázd el, akkor azt nekem most összes nem. Tehát hogy történik? Itt van gitár 1 meg 2, az két... Más, vár, mutatom úgy, hogy jobban átlásd. Itt vannak a gitárok. Mármint 1, 2, 3, 4. Igen. És van még 2 left right. Ugyanazt játszott. De ugye ezt nem kétszer játszottad föl? Négyszer játszottam fel. De hogy nem ugyanaz a gitárral? Minden ugyanaz volt? Igen. Atya úristen. Kettő, ez a standard akkor, igen, mondjuk igen. Left, right. Igen. És még hozzá játszottam. Ez mondjuk dögöl is szól. Aha. Négybe hiszek. Négybe hiszek, úgyhogy oké. Okay. Úgyhogy basszusgitár meg barátom. És itt jön. Oh yeah. Jó. Ez muszáj külön. Ez. Jó, várj, kiveszik a leadeket. Parancsolj. És menjünk. Én pont azra gondoltam volna, hogy... Hogy a leadeket mutass meg külön, hát most jó, értem. Jó, okay, értem, hogy a leadeket valamire kell mutatni, hát jó, az magában értelme nincs. Úgyhogy köbben, már kontextusban, akkor delay-ek nélkül. Júj! Mármint sajátból, úgyhogy ezt ha majd gitározni akarunk, mi ezt lekúsoltatjuk itt így szépen, és majd erre játszhatunk, ha gondolod. Hát figyelj, egyébként... Vagy azt csináljuk, várj pillanat. Minden.
hogy a harmóniára azért emlékszem. Hát, abban én is bízom, hogy legalább te. Hát, ne legyél biztos. Jó, hát megint egy abszolút számomra nagyon kézenfekvő műfajban sikerült számot választani, ez az én stílusom, döngölős 80-as években áll. Kit érdekel, hogy a te stílusod ez van? Jó, persze, pont minden, ez a kihívás. Igen, mindenki. És figyelj, tehát, hogy most most szól a Carvin, most szól az a Rocktron. Igen. És akkor úgy fogunk szólni. Hogyha mondjuk neked, akkor itt most beülsz ide, és mondjuk erre a számra kéne szólót kitalálnod, vagy megírnod, igen, akkor az a folyamat lenne, amit pont most csinálta, hogy előkapod a kis rózsaszint, ami lila, igen, és azt bedugod ugyanígy, és igen, akkor minden ugyanígy történik. Persze. Megnézhetjük ezt most, hogy ez így live-ban mondjuk ez, hogy szólna? Hát úgy, mint ott. Egyébként, mert... Hát figyelj, erre egyébként már hogy szárnyoljam túl, megy amúgy? Megy jó, minden. Hogy szárnyoljam túl a szólót? Nem túl, nem nyilván nem, szárnyal, nem kell túl szárnyal. Elmagyarázom, ha gondolod, hogy abszolút, hogy gondolkodom. Hogy gondolok, így van, jó, így van. Akkor... Mondjuk alapvetően is úgy van, úgymond ez a szólisztikus rész megírva, hogy van ez a rész. Ami adja magát úgymond, hogy ez inkább egy ilyen melódikus, dallamos, igen. valami, és utána jön az a fajta unis valami, ami adja magával, hogy te majd ott tekergetsz. Szóval egyből úgymond már megkapod a képletet arról, hogy itt mit játszunk, amúgy hogy milyen ízek vannak. Igen. Hát figyelj, trúvája ebbe részemről nincs, mint az, hogy vagy megálmodok valamit, úgymond is azt gitározom, például itt, ha jó emlékszem, valami ilyesmit játszunk. Mindegy, valami melódiát próbálok kérni, amit egyébként, ha megvan a melódia, valami ilyesmi, akkor azt, megvannak a hangok úgymond, vagy megvan a melódia, amit szeretnék, akkor elkezdek azon agyalni, hogy ezt hogy játszhatom el, úgy, vagy akarom-e, hogy egy kicsit nem olyan más legyen, ilyen hanem gitárosabb. Nem is úgy, ne játszok, hogy... hanem ebbe szeretnék ilyen csavarokat belőle. Ezek hogy úgymond, hogy mondjam, hogy legyen egy vibe-ja, vagy... Persze, valami. Abszolút. Ezt úgymond, ezeket elkezdem kidolgozni, vagy... Nem tudom leállítani, nem tudom. Mindegy. Oké. Úgyhogy... Oké, megvan ez a dallamos rész, az még, oké. De utána jött ez az irgalmatlan tekerések a hada, és ez milyen tempó, hol látom én? 110 szexuálkat játszottál, aha, igen. Nem tudom. Hát a végén volt ez a brutális, okay. Ez elég gyorsan. Oké, megvan a melódia, itt például kettő szólam van, szerintem oktávot játszok. Aha. És utána én úgymond ez a ide-oda váltakozó, legalábbis szerintem azt próbáltam elérni, hogy ilyen
question. Kérdés válasz. Van valami. Ja. Ez már úgy mondom, ez az impro rész egyébként. Igen. Mármint úgy, hogy elkezdek játszani, vegyük, mert csak úgy tudok példát mondani, mert eszembe jut, csak hogy hallgassam meg, hogy... Itt például hallatszik az, hogy a téma körül igen, máshogy, úgyhogy szerintem direkt azt akartam, hogy egy kicsit improvizatíva, bár nem improvizáció, mert meg van írva, úgymond, de megtartottam valamit úgymond, amiben elkezdtem gitározni, azokat rögzítem, és akkor az tetszik. Ja. De túl megint ugyanaz a... Ezek ilyen Marty Friedman. Igen, és itt már jönnek, úgymond látod, hogy az egyiket úgymond a melódia körül igen. csináltam, és akkor jön a másik gyerek, amik ott teker valamit, én szerintem emlékszem, hogy mit játszottam, vagy mi pillanat, csak ez most D-drop, úgyhogy... Ja, a pentaton. Persze. Ezt játszottam. Az volt. Van ilyen. Csak még szerintem is van a tető. Kis dallam megint. Oké, figyelj, azt nem fogod megúszni, hogy most ne játsszál rá itt nekem élőbe valamit. Tehát végigmutogathatod ezt, de úgyis kell csinálni valamit rá. Tehát szerintem kezdjünk most már abba bele, hogy készíts magad lelkileg, hogy kimjutolod az eredetit, és akkor megmutatod, hogy most mi jutna erre az eszedbe. Semmi. Hát olyan nincsen. Semmi. Nem baj, jó van, ha te így játszol velem, akkor majd csinálunk egy olyat is, hogy akkor megtanítok neked egy fikcsit, amúgy is van az a műsorod, és itt az első részt fogom neked megtanítani, ami elszólt ott a szóló elején. Aha, jó. Megnézzük. Nem rossz bú. Csak úgy, hogy... Kértem a semmit, úgyhogy... Ezt akartam, de nem sikerült. De figyelj csak, ilyenkor meg az szokott történni, hogy ha van rá lehetőség, akkor én is kiszoktam próbálni a te cuccodat, a te gitárodat. És hát akkor, basszus, kb. Szerintem, tényleg baromi nehéz ez a cucc. Kb. Először fogok Carmen gitárt a kezembe. Nem baj. Egy nem fogok neki ütközni semmi. Gyere, Eri. Annyi, hogy elmagyarázod, hogy mi csoda? Ezt gondolom a sima pick-up váltó. Igen.
itt van a két hangerő, a két pick-upnak, aha. Két tónus. Ja, mind a kettőnek külön. Igen. Aha. Ők itt a két pick-upnak felező. Aha. Okay. Mondjuk felező van, itt van középen, mind a kettő pick-up szól, fázis fordítás, és ilyen tele szandod lesz. Kegyetlen. Úgyhogy, de nem szoktam használni. Sima, sima. Full. Full. More is more. Na várj, igen. Most mi? Most drop. Drop D. D. Ura, de jól lent vannak a húrjai, már csattok. Megjátszok. Van be, érted? Le, satúzod a túl. Ja. Most mert a drop D, ez át kell gondolnom minden. Csak ez. Hát játsz csak. Tízes uram. Annyi gain van itt is, hogy... De nem, mert pont ez a lényeg, hogy a te szandodon. De nem tudom, ezt nem tudom. Á, nem fogom tudni ezt eljátszani, hogy ott lesz. Azért ott van. Brutálisan profi gitár érzésem van, tehát hogy baromi jó hangszerek. Fogd csak meg kézbe ezt, mondjuk, hogy na, tessék, és ez nem olyan, ez már normál lesz. Ez súlyra, ah, hát igen. Fomiat. És annyira finomak ez... Addig kell hozzáérni, és már megszólal a hang. Egyébként, hogy ezt mondod, van még egy dolog a szandba, ahogy fogalmazhatok. Nem játszik nálam, meg is mutatom, hogy húzzam. Kérhetem, ha... Tudjuk nagyon jól, hogy... Egyszerűen nem fog hallani. Jó, ha visszaveszük a hangerőt, akkor tisztul a... Igen. Oké. Na, varjak van a cuccba. Aha. Ez azt jelenti, hogy a legkisebb cuccon is megőrzítok. Aha. Szóval ezért van az, amit te érzel, hogy úgy indul a, úgymond a gitár, hogy egy kicsit hozzáérsz, és már aha. Ilyen, ez amiatt van. Szóval nem játszik ez a átmegyek high gameből, nincs. Vagy tiszta, vagy igen, üvölt. Persze. Jó, hát mindenféleképpen ezen a gitáron kell most már nekem is játszani. Hát figyelj, próbáljuk meg, aztán meglátjuk.
Hát ez, pont a, te idefelé mondtad a kocsiba, hogy, hogy más hangszerén nem tudnál játszani. Nem. Na, az akkor most csak hogy kinevetsz, hogy nekem meg fura. Méket akartam. Már ezt, akkor már rockend. De nem, de tudsz cserélni. Csak itt volt középen. Ja. Okay, hát de ne, a dallamos résztől kezdjük már legalább. De ez az volt? Jó. Csak nem volt olyan sok dallam még. Baszki, de most meg már akarnék még egyet, de baszki, hát figyelj. De már nem tudok figyelni. Már csak pontosabban tudnám eljátszani ezeket, amiket most borzgattam. Annyira durva, hogy az én gitáromon, ugye az nyilván teljesen más karakter, de meg hogy strató, meg minden, de hogy körülbelül 50-szer ennyi energia kell egy hang, még amikor full high gain-es dolgot csinálok is, annyival magasabb a húrnyomás, ez egy, szerintem az akármennyire is precíz hangszer közelébe se ér ennek, és ezen kb. Így tényleg, hogy nem tudom elmagyarázni, hogy így éppen hogy hozzáérek a izéhez, és már... Ez az én gitáromon, ez így szólom, hogy... Jó, világos. Nagyon vannak, de egyébként ezeknek a dolgoknak vannak előnye, érted, mindennek van előnye, meg hátránya. Például itt van, most azt mondta, hogy könnyű rajta gitározni, és úgy, vagyis igen, viszont ugyanakkor azt tapasztaltam, hogy most egy ideig benn voltam VST-ztem, átjöttem most a napokba az erősítőre, és irgalmatlanul mocskos voltam. Hát én is most baromi mocskos voltam, azért, mert egész egyszerűen ahhoz vagyok szokva, hogy azt a hangot, hogyha persze. Úgy akarom, hogy szóljon, az úgy kell pengetnem, meg annyi új erőt kell belefektetnem, világos. Hogy a legáltók kijöjjenek, hogy itt már az már egy ilyen túl de más sound egyébként. Hát persze, teljesen más, de ez egyébként nekem ez szimpatikus. De ugyanúgy van, mutatok valamit, ha megengeded, hát sőt. Pengetőkkel, például egy csomó ideig kerestem, mindegy, van, tudom mit szeretek és mit nem. Várjál már, akkor mutatom közelről. Azt tudom, hogy beszélni is. Például én nem szeretem azt, ha azt a ez a sound, ez engem meg számomra nincs értelme, hogy mondjam. És meg egyértelmű minden anyagnak más persze. Hangja van, stb. Úgyhogy én azt utálom. Ezt szeretem. Aha. Mikor hallom a puskát, hogy mindenki hívja. Azt nem. Igen. Szóval ez is hozzá tartozik. Hát hogyne. Az összes ilyen dolog, mert mondjuk a te gitárodon ezt nem tudnád megcsinálni, hát. Hogy meglegyen ez a pushback-szerű. Igen. Nem, hogy nem lehet megcsinálni, nem úgy akarom mondani, hanem hát van én egy, nem tudom megcsinálni, azt akartam. Van egy plusz, mínusz egyébként. Vagy hogy mondjam, egyébként meg metal gitározásra nem
miről beszélünk? Hát nem véletlenül, nem stratót használnak az emberek, igen. Várj, most akkor megmutatom a másikat. Menjünk át most ebből a ja. Szerintem. Várj. Nem jó? De nem akarod? De melyiket? Még milyen másikat? Azt hittem, hogy a klasszikus gitár. Na. Jani nem engedte, hogy anélkül menjek el, hogy ezt a gitárt ki ne próbáltuk volna, vagy meg ne hallgattuk volna. Egyébként ez mi ennek a pontos kízzel? Mi ez? NS1. NS1. Nylon string-ban. Yeah. Oké. Okay. Hát akkor szerintem te kezedben ez jobban fog szólni elkapásban. Nem biztos. Miért? Hát én nem tudok klasszikus gitározni. Én sem. Nem úgy használom, hogy te gondolod. Aha. De annyit tudok, amit itt rögzítettem. Várj, akkor megmutatom, hogy tudok a klasszik gitározni. Oké. Okay. Bár 5 évet jártam klasszik gitára gyerekkoromban. Hát már 5 éve előtt. Ennyi maradt. Mutatom, hogy mennyi. Okay. 3 másodperc. Egy gifnyi. Yeah. Ez is a lemezre készül? Nem. Ez a készülök. Szeretnék csinálni egy videót ezzel a videóval. Ez a gitárral? Aha. És akkor azért próbáltam, meg majd még próbálkozok, mert meglátom rá, remélem, hogy megjön a kedvem hozzá, hogy kezdődik klasszikus gitárral, utána valamilyen trap, utána meg ilyen kis baladaszerű, hogy több arculatát úgymond megmutatni. Kipróbálok innen egy pengetődet, mit szólsz hozzá? Tedd azt. Mert én nem is ezt próbálom ki, hanem a Signature pengetődet. Jani, ilyen szent király. Kettes. 2 millis? Aha. Jó, nem baj. Igen, és most nincs semmi tér. Kényelmes, tehát hogy abszolút nem klasszikus gitár érzésem van. Nem. Egy hibrid. Oké, de soundba. Meg. Nagyon jó. Godinnak van egy hasonló, azt se próbáltam még. De azt jó, de az is játsz feljebb például, egy kicsit ilyen szólisztikusan, hogy nézd meg, hogy próbáltam. Próbáltam eddig is szólisztikusan játszni. Juhu! Nem. Földbe döngölés, level 4000. Nem úgy, hanem egy kicsit. Hanem jobban! Jobban. Jó, mondja nekem a rózsaszín gitáros. Ennyi.
megtaláltam. Szólisztikusabb. Akkor szólisztikusabban. De már hova? De csak azt akartam mondani, hogy ott fent is. Igen. Nem az van, hogy elfogy a gitár. 12. bombnál. Nem. Jó, vastag ez a pengető. Ez még jó hegyes. Jobb. Nem baj. Jó, de így pointibb a szang is. Igen, igen. Mi történik itt? Inspirál? De, nem tudom, de, vagy csak én érzem úgy? Nem, ez figyelj, ez rendesen, rendesen, nagyon izgalmas, hogy játszani rajta. Ez mit csinál? Volt azok ilyen... Az, nem, az midi. Van midi, tudod, szinti gitárt lehet belőle csinálni. Úgyhogy. Hogy halkítom én ezt le? Úgy. Most, csak hogy te is metáloztál, úgymond, ennyit tudok a... Kettőt egy hatokkal. Nem, mert csak azért tanultam meg, ha ilyen környezetbe kerülök, akkor teszem a hülyét, hogy... Tudod, de csak ezt nyomom. Júj, tud ilyet is. Úgyhogy... Legnagyobb. De nem. Úgyhogy... Hát gyerekek, és Jani, brutálisan köszönöm szépen a kis tárlatvezetést itt a kegyetlen kis stúdió barlangodban. Irgalmatlan cuccokat próbálhattam ki megint, kegyetlen gitárokkal. Én remélem, hogy mi hamarabb megtalálod az énekest, akivel együtt tudsz dolgozni, mert tök jó lenne ezeket a számokat hallani most már teljes valójukban. Úgyhogy hát ehhez kívánok neked baromi sok sikert, meg kitartást, meg csapassad tovább. Srácok, nektek köszi szépen, hogyha itt voltatok, köszi szépen, hogyha megnéztétek ezt a videót, kövessétek be Janit mindenhol, YouTube csatid is van, azt hiszem, igen, menjetek föl oda is, nézzetek szét. Hogyha tehetitek, akkor támogassatok a Patreon oldalon, vagy itt a csatorna alatt, vagy a videó alatt a szuper like gombbal. Folytatom tovább, megyek még másokhoz is. Köszi szépen, hogyha itt voltatok, Jani, neked pedig köszönöm a lehetőséget. És egyszer egy szép napon, tudom, hogy elhagyom ezt a várost, úgyhogy most már mennem kell. Csőzzetek mindenkinek! Szevasztok!